Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan építs fel magadnak egy 9 hónapra elegendő pénzügyi tartalékot. Nos, az előző videókban megmutattam, hogy hogyan kövess nyomon a kiadásaidat napi szinten, illetve ötleteket mutattam arra, hogy hogyan tudsz elkezdeni akár még a mai napon spórolni. Ezeket a videókat a leírásban fogod megtalálni. Ebben a videóban pedig azt fogom megmutatni, hogy hogyan építs fel magadnak egy 3-9 hónapra elegendő pénzügyi tartalékot. Nem titok, hogy a magyar családok túlnyomó többségének nincsenek anyagi tartalékaik. Egyik napról a másikra élnek, vagy egyik hónapról a másikra élnek. Ezért ki vannak szolgáltatva nem csak a globális világjárványoknak, de a kis hülye főnököknek is. Aztán, ha beüt a kach, akkor rohannak fűhöz, fához, családtagokhoz, ismerősökhöz, féllegális és legális uzsorásokhoz, kölcsönökért. Pedig a saját pénzügyi tartalékod tudatos és módszeres felépítése egyáltalán nem egy ördöglakat, két dolog kell hozzá, módszeresség és fegyelem. Nézzük az elsőt, vagyis a módszerességet. Hogyan tudsz ilyen tartalékot képíteni magadnak? Nos, ha követted az első lépésben leírtakat, akkor valószínűleg tisztában vagy azzal, hogy egy adott hónapban mennyi pénzre van szükséged neked és a családodnak. Na, semmi más dolgod nincs, mint ezt az összeget megszorozni 3-mal, 6-tal vagy 9-szel, és ez az a szám, amit el kell, hogy érj. Azoknál a családoknál, ahol csak egy kereső van, ott 6 hónapra, ahol két kereső van, ott 3 hónapra elegendő pénzügyi tartalék felépítés legyen a cél. De ezt tapasztalatból mondom, akkor fogsz a legjobban aludni, hogyha 9 hónapra elegendő pénzügyi tartalék van a számládon. Nem történhet akkora baj, amit egy 9 hónapos tartalékkal ne vészelhetnél át. Azt a pénzt, amit a második lépésben sikeresen megspóroltál és félretettél, azt ennek a pénzügyi tartaléknak a felépítésére fordítsd. Ez legyen az első számú prioritás. Mielőtt elkezdenél gyűjteni bármi másra, új autóra, nyaralásra, nyugdíjcíló megtakarításra, stb. Ez a tartalék legyen elkülönítve. És akkor nézzük most a második lépést, vagyis a fegyelmet. Miért kell a fegyelem? Sokszor láttam már, hogy az emberek nagyon-nagyon könnyen kísértésbe esnek. Amikor ez az összeg elkezd gyűlni a számlájukon, akkor hirtelen jön valami. Például egy új és izgalmas hobbi, esetleg egy tuti biztosnak tűnő befektetés, vagy éppen jön valaki, például egy új barátnő, ami vagy aki miatt módosulnak és felborulnak a prioritások, és minden borul, rövid idő alatt lenullázódik a hónapokig gyűjtött anyagi tartalék. Ezért kell ezt a tartalékot megvédened elsősorban saját magadtól. Éppen ezért azt javaslom, hogy ez a tartalék legyen nagyon-nagyon nehezen hozzáférhető a számodra. Legyen lekötve vagy elkülönítve a bankszámládon. Ne férj hozzá azonnal és csípőből, mindenképpen kelljen egy kicsit gondolkodnod, mielőtt hozzányúlsz. Hidd el nekem, hogy egészen másképp állsz majd a világ történéseihez, ha tudod, hogy te és a családod hónapokig anyagi biztonságban vagytok. Lehet, hogy épp egy vagy több hitelt kell fizetned ebben a pillanatban, de a saját pénzügyi tartalékod felépítése szerintem nem várhat, ezért azt javaslom, hogy mindenképpen kezdj el félretenni magadnak, amennyit csak tudsz, akár csak heti 1000 forintot, hiszen minden út a legelső lépéssel kezdődik. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad, viszlát legközelebb!